Hát ez egy örökzöld téma, a Volkswagen TSI motorjainak a vezérlése. Ami tudjuk, hogy szar. Na, ki kell mondani, hogy... Már a vezérlése milyen értelme? A vezérműlánc. Láncok, igen. Az egész tervezés, silány minőség, nagyon vékony, bolhapöcs vastag a láncfeszítő patronja, ilyesmi. Uh-huh. Tehát rossz. Valamikor 15 000 km után már garanciába kidobálták belőlük. És ennek van egy olyan alkatrésze, vezérlés módosító fogaskerék, ami uh-huh. gyakorlatilag a forgattyús tengelyhez képest módosítja a vezérmű tengelynek a szögállását, és ez a fogaskerék kicsivel nagyobb, mint az a pohár, tehát a tenyeredbe elfér. Igen, egy decis pohára mutatott most Tibi körülbelül. Igen, és így int be a Volkswagen, hogy azt mondja, hogy tudjuk, hogy szar, tudjuk, hogy nem jót adtunk el nektek, és cserélni kell, mit tudom én, 100 000 kilométernél már biztosan, akkor is, hogyha már garanciába kicserélték. És ezt tegnap megnéztem a listaárát, akciósan ez az egy darab fogaskerék, hát mondjuk a Bárdiban néztem, csak ott jóval drágább, 161 000 forint. Márka kereskedésben megkapod, mondjuk, ha van egy kis kedvezményed, olyan 142 000 forint. Ez egy darab fogaskerék. És az ebbe a lehúzás, hogy egyébként szerintem én nem látok rá így erre a gyártás technológiára, de az előállítási költsége 5000 forint, már biztos nem több, mert a Peugeot a hasonló motorjaiban 24-25 000 forintért adja ugyanezt a fogaskereket, ami ezt... Ugyanezt a funkciójú fogaskereket, ugye, van, 25 ezer. Tehát nagyjából egy ötöd áron vagy. Hát látod, Volkswagen, minőség, megveszed a prémiumot. Igen. Igen, tehát hogy, igen. Igen, ha azt mondanád, hogy ez egy olyan rendszer, ami amúgy, érted, a Volkswagen TSI motorok gránitcikla alapját igen. adja. És hogy a következő 400 000 kilométerre nem lesz vele problémád, akkor azt mondod, hogy oké. Mert ugye van az a fajta alkatrész, gondolom, nem tudom én, a Toyotánál, meg más márkáknál is, hogy soha a büdös életben nincs rá szükség, de annak is ott kell lenni a raktáron. Hogy ott van valami egy ilyen főgonosz, aki azt mondja, hogy hát figyeljetek, ezt egy kicsit alulméreteztük, akkor ezt toljuk fel az árát. Nem, és akkor mondja, hogy figyelj, hanem szerintem ő tudja, hogy ebből biztos sokat fognak vinni. Valószínűleg kicsi a haszonkulcs az autón, és akkor azt mondja, hogy figyelj, ezt tudjuk, hogy tönkre fog menni, hisz mi gyártottuk le szarul, ezért ott van a komplett láncetet, odaadom 300 000-ért, mert körülbelül annyira jön ki az anyagköltsége, és ennyi. És ettől annyira rosszul vannak az emberek, hogy annyian mondják, hogy soha többet ilyet, hogy. És ebbe állsz egyébként a Peugeot, és ezt meg kell, hogy dicsérjem, mert olyan jól optimalizálták az alkatrészárakat, hogy abszolút előrehetővé tették a gyári alkatrészeket. Na mondjál még, Tibi. Alkatrész. Na. Téma még mindig, és ez végülis nem olyan, hogy összehasonlítunk két nem egyforma alkatrész, hanem itt két egyforma alkatrészt hasonlít. Tehát az előbb felhoztam példának, hogy a Peugeotnak ez a fogaskereke. Na most itt konkrétan mondjuk a BMW-t és a Peugeot-t összehasonlítva, hát relatív sok ilyen turbós motort csinálunk ezt az 1.6-os. Figyelj Tibi, én próbálok követni a mikrofonnal, de nagyon nehéz. Ha mindig elkezdesz a pista felé hajolni, meg mit tudom én, próbálj meg egy 3 centire. De én azért mentem, mert ment a mikrofon. De fordítva volt, tehát én próbáltalak követni. Tudom, azért szólok most, hogy ezt elejét vegyem ezeknek a pszichózisoknak, hogy a végén kergetlek körbe a szerkesztőségbe egy mikrofonnal, tehát... Üljél egyenesen. Na, így megfogom, így jó. Na. Tehát viszonylag sok ilyen, ezt az 1.6 turbomotort javítottunk, illetve még mindig beesik néha, és amikor egymás mellett volt szétszedve kettő, és így akkor jöttem rá, hogy hát ami egyébként is nyilvánvaló volt, hogy hát ezek ugyanabból az alkatrészből vannak. De úgy értve, hogy rá van írva a beszállítónak a neve, ugyanaz a márka. Cikszám, rá van írva a beszállítónak a cikkszáma, ugyanaz a márka, és így 100 wattos villanykörte gyulladt a fejembe, hogy a BMW-nél a mini hengerfejtömítés 48 000 forint, a Peugeot-nál mondjuk 13, még arra én, mint lehúzós autószerelő tehetek egy pár ezer forintot, és még akkor se adom, még fel annyiért, se harmad annyiért adom, mint amennyibe valójába kerül. Tehát itt ugyanazt az alkatrészt hasonlítjuk össze, csak az egyik egy prémium márka a beszerzési forrásából, a másik meg na. Mondjuk a Peugeot-tól. Tehát itt, ezt hívom, itt az, ugyanazt. De várjál, mert a Peugeot-nál ugye megesett az, hogy ugyanazt a modellt árulja a Peugeot, meg a Citroën. Egy ismerősömnek van egy, vagy volt, mindegy doblója, 1.3 multijet, részecskeszűrő hozzá 6 kiló. Igen, de hát nem kiló. Kell megvenni. Tehát nem kell megvenni akkor. Az a megoldás, hogy kiütjük belőle és kész. Tehát...
Ugye szokták ezeket aztán tisztogatni, de azok nem teljes értékű megoldások. De sokszor igen. Nagyon sok tisztítatást csinálok. Nem akarok reklámot csinálni a cégnek. Akkor inkább kérdésként teszem fel. Egyszer kérdeztem tőlük, hogy leírhatnánk ezt egy cikkbe, hogy működik ez a tisztítás, de elzárkoztak tőle. Úgyhogy hát sajnos nem tudom őket reklámozni, pedig nagyon jól dolgoznak, én hozzájuk hordom a részes kiszűrőt. És gyakorlatilag ilyen 90%-os állapotra visszaállítják. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kiütni kell, hanem kipucolhatni. Van, amikor már nem tudja magát regenerálni, meg lehet, hogy az összefüggéseket kell keresni, de lehet, hogy én egy 10 éves dízelautót nem vennék meg, ami részecske szűrős, hanem inkább... Mert meg szoktam kérdezni az ügyfeleket, amikor ott ülnek összeomolva, hogy minek vett... Mekkora még rúgsz beléjük egyet? Hogy minek vett ilyen autót. Tehát és sokszor igazuk van, hogy mert nincs normális benzines. Mert 2000 után valamiért elkezdték ezt tolni, hogy egyre több dízelautót adtak el. Igen. Nem tudom, a CO2 kibocsátás miatt már kevesebb, de ez egy akkora marhaság. És tényleg, hogyha van egy ilyen családi autó, amit keresed benzinesben, normális benzinmotorral, nagyon kevés van.